Nagyon sokat hibáztunk, és ebből tudtak könnyebb gólokat szerezni, de hál' Isten a második fél időre tudtuk orvosolni ezt a problémát, és följavult sok a védekezésünk, és ebből tudtunk néhány gyors gólt szerezni, és ezzel át tudtuk venni a vezetést. Azért a Békés Csaba meccset, ha levesszük, az elmúlt 4 meccsből 3-nál a védekezés nagyon jól működött a csapatnál. Igen, szerintem is most úgy tényleg összeállt és csapatként tudunk védekezni. Nagyon jó második fél idővel tudtunk nyerni, nagyon extra teljesítménnyel, főleg a kapuba, és azt hiszem most a támadójátékunk is megérkezett arra a szintre, amit elvártunk. Ma sokkal több hibával játszottunk, mint az elmúlt mérkőzéseken, de ezt kompenzáltuk a védelemmel és a kapus teljesítménnyel, úgyhogy nagyon örülök neki, mert a múlt heti fájó vereséget most sikerült kijavítanunk. Ugye nagyjából ott -4-nél indult el felfele a csapat, a szünetre már sikerült ledolgozni, de az abszolút egy jó jel volt, tehát jó volt az a félidő vége így ebből a szempontból. Így van, ott visszajöttünk ugye 2-re, de az öltözőben is azt mondtam a lányoknak, hogy a mi buta hibáinkból élt az ellenfél, hiszen volt legalább 6 technikai hibánk már az első fél időben, ami majdnem elég lenne egy mérkőzésre is. Úgyhogy a második fél időben ebbe tudtunk javítani, és igazából viszonylag korán megnyugtató előnyt szereztünk. Persze izgalmassá tudtuk tenni a mérkőzés végét, miért is ne, de azt gondolom, hogy ma a Jobbik csapat nyert.